Egy igazi vadregényes táj a mai színhelyünk. Rengeteg víz, holtágak. Csend. Naplemente. És a beszélő történelem. Ja, kijövünk a jó időre. Igen. De most akkor. Már itt vagyunk, de hol? Hol is pontosan? Hol az az itt? Mezőtúr és Szarvas között vagyunk, Pusztabán révén. Pusztabán, na még egy kérlek. Pusztabán réve. Oké. Okay. Hercegasszony birtokban, aminek a történetében, hogyha az elejétől szeretnénk kezdeni, egészen vissza kell nyúlnunk az 1800-as évek végére, amikor is a legpontosabb információink szerint a kastély épült, és a hely, vagy illetve a személy, akiről elnevezték, a hercegasszonyunk nem más, mint Lelbach Irén, uh-huh. aki úgy kapcsolódik ehhez a gyönyörű épülethez, hogy szerelembe esett, még mint házas ember, jó. egy Habsburg uralkodóval, aki Habsburg uralkodót az édesanyja egyébként magyar királynak szánt, és úgy is nevelte. Aha. De így, hogy házasságra is lépett, ugyanis ez a szerelem ez házasságig fajult, házasságra lépett a hercegasszonyunkkal. Akinek nyilván el kellett ez válni. Így van. Így ezáltal a akkori szokások szerint ez már teljesen kizáró ok volt, hogy magyar király lehessen. Hát feladni egy ilyet, egy házasságért, egy szerelemért, hát, milyen romantikus időket élünk. Hercegasszonyunk nem csak most nagyon szép, hanem akkor is nagyon szép volt. Úgyhogy ez nászi ajándékként kapta ezt a gyönyörű kastélyt Habsburg Albrechttől. A házasságból aztán már egy rövid időn belül válás lett, ugyanis a Csalfa Habsburg dél-amerikai útja során megismerkedett egy másik hölgyel, egy másik, mondjuk valószínűleg, szépen, valószínűleg hasonló szépségekkel bíró hölgyel, úgyhogy ez a kastély ez megmaradt a hercegasszonynak, Lelbach Irénnek, amit követően egyébként csodálatos éveket tudott magáénak ez az épület. A mostani beszámolók alapján is nagyon szerették a hercegasszonyunkat, mind a cselédek, mind a kiszolgálói, mind a környéken lakók. Tehát nagyon sok anyagot gyűjtöttünk, a könyv, ami a kezedben van, az is éppen arról szól, hogy ez a színes sztori, ami átitatja ezt a helyet, ez könyvformájában is megtalálható itt nálunk. És ezek a színes sztorik ez úgy folytatódtak, hogy egészen a második világháborúig itt hatalmas bálok voltak, óriási élet zajlott. Itt volt Magyarország egyik legelső teniszpályája, tehát messze földön híres volt akkor is uh-huh. már a birtok. Viszont aztán jött a második világháború, hercegasszonyunkat szegény elüldöztetett, és ezt követően jött egyfajta mély repülése. A mély repülés sajnos csak a szokásos háború és a háborút követő időszak. Ugye a szocializmus ide is betette a lábát, itt tulajdonképpen TS volt, magtározókká alakították át az oldalszárnyakat, tehát az érték mint olyan az semmisé vált. Vannak is fotóink és emlékképeink arról, hogy mennyire benőtte itt a környezet, az egész épületet, tényleg az enyészet az kezdte visszavenni az uralmat itt. Míg nem aztán a 90-es években magát tulajdonba került, akkor lett újra kipofozva és egy picit visszaadva a régi világa ennek a gyönyörű helynek. Azért zárójelbe jegyezzük meg, hogy nyilván nem mondunk se nevet, sem semmit, csak hogy ezt valaki lakta. Így van. Szóval, hogy ez lakrészkét lett meg. Ezt a 2 hektárt és ezt a gyönyörű szárnyat, így van, ezt magánkézbe került, és 25 évig ezt lakták. Igen. Majd aztán a mostani tulajdonosok úgy csatlakoztak a történetre, hogy Juhász Sanyi bácsi, a mostani tulajdonosok apukája baráti szálként átvette a kastélyt, a kúriát, itt a 2000-es évek elején, közepén uh-huh. járunk már, és azt követően jöttek a tervek és az ötletek, hogy hogyan lehetne hasznosítani ezt a gyönyörű helyet. Gondolom műemlékvédelem, oltalom alattán műemlékvédelem a főépület, így van. Így ez van. A felújításnál ez akkor ez megnehezítette, gondolom én megnehezítette a felújítást. Igen, megnehezítette, de ugye alapvető koncepciónk az, hogy egyfajta butik hotel megjelenéssel, de a régi értékek vigyázásával
legyen kialakítva a hely, és azt gondolom, hogy ezt 100%-osan sikerült is megvalósítani. Hát vannak olyan részek, pontok, bármi, amire azt lehet mondani, igen, hogy hát ez itt van 200 éve. Igen, az ajtók, nyílászárók, maga a főépületi részek, azok abszolút az eredetiek. Ezek a boltívek, amit talán itt látszik az oldalsó irányba, uh-huh, ezek ugye a régi lovaskocsiknak a beállását segítette. Úgyhogy ezek abszolút megmaradtak, a többit pedig ugye a profi lakberendező segítségével visszaidéztük. Igen, mintha járnánk. Mintha. És stílus is elegancia, nem véletlenül így nevezzük magunkat, így reklámozzuk a helyet, így tud találkozni. Mielőtt lesétálunk Tamással a Holtágra, gyorsan találkozzunk Lászlóval, aki a Gyümölcsösben mesél nekünk arról, hogy mi mindent termel meg saját magának a birtok, vegyszerek nélkül. Mert hát a név kötelez, egy birtokhoz bizony dukál a gyümölcsös, a zöldség és a fűszerkert. Ez a mi gyümölcsösünk, meg a kertünk. Itt nagyon sok finom zöldséget termelünk, gyümölcsöket. Két vagy háromféle almát termelünk, sárga barackot, szilvát, körtét, gyümölcsökből szöllőt, amit még termelünk, ezek, amiket fel is használunk, uh-huh, mindenféle formában, reggeliben, frissen, lekváronként, akár üdítőitalként is, meg ugye a maga zöldségeink, konzervparadicsomot, amit ugyanúgy felhasználunk a reggelibe, pürét készítünk belőle és paradicsomlevet, uh-huh, van még nálunk cukkini, padlizsán, zeller, fokhagyma, lilahagyma, vöröshagyma, egy némi kis burgonya, meg ugye a fűszernövények. Most már teljesen bio, de a minősítést még nem kaptunk meg, arra még várni kell egy kicsit, hogy megkapjuk a bio minősítést, de mi már úgy gondozzuk a gyümölcsfáinkat és a zöldségeinket is, hogy teljes mértékben bio legyen, minél természetesebb és egészségesebb. És az étterem? Ugye egy elég jó étterem van itt a birtokon. Köszönjük, igen, próbálkozunk vele, és nagyon szinte mindent fel is használunk az éttermünkben. Próbáljuk a magyar vonalat követni, magyar ételeket, csak megpróbáljuk egy kicsit így saját magunkra formálni, hogy egy kicsit különlegessé váljon, és ezáltal imádjanak a vendégek hozzánk visszajárni. És ahhoz nagy segítség a zöldség és a gyümölcsök, amik itt megtermelünk saját magunknak, mi így biztosak vagyunk a minőségben. Hogy, hát tudod, honnan van, mert ti veszitek le, igen, érted, hogy ez így, igen. Hát úgy is szokott lenni, hogy 2-3 naponta jövök át, megbeszélem Bandi bácsival, és még nagyon aranyos, van egy ilyen kis fatalicskája, és mint régen a kisfalubai tolját a cuccokat, és pakoljuk be a konyhába. Tökre. Szakácsaink megdolgozzák fel. A motto pedig a vacsoráknál, ebédeknél a mosolygós jóllakottság. Hogy úgy lakhassunk jól finom, egészséges alapanyagokból készített ételekkel, hogy ne akarjunk szétpukkadni egyből, és itt nem kizárólag az adagokra gondolok. De ne feledjük, hogy vízparton vagyunk, így kézenfekvő a felvetés. Tényleg is az, hogy vízparton vagyunk, mennyire van nálatok hal ebből adódóan? Mondjuk pont így a Holtág, vagy ennek? Hal az most jelen pillanatban van az étlapon is, meg elég sokat használjuk, főleg félpanziós vacsorában, uh-huh, vagyis igazából a séfajánlatnál, mikor este választhatnak a vendégek. Ha jól tudom, tegnap pont azt vacsoráztatok, tök főzeléket fogassal, bőrénsütött fogassal. Meg tudom erősíteni, és nagyon jó volt. Úgyhogy azt sokat használjuk a halat, mert szeretik. Meg ugye az a magyarokhoz hozzátartozik, az édesvízi hal, úgyhogy azt elég sokat használjuk. Volt már a példa is, hogy a vendégünk fogott halat, és azt készítettük el neki este vacsorára. És akkor már itt is vagyunk a Túrtői Holt körös partján. No, hát akkor vonzerő, csáberő. Hát ugye csak körül kell nézni, a természeti adottságok azok itt vannak körülöttünk, a Túrtő Holtága, amely 12 kilométeres szakaszon itt terül el, mindenféle sport lehetőségeket tudunk itt nyújtani a vendégeknek. Ugye itt van vízibicikli, akkor vízibicikli, egy kettő, szuppolni lehet, úszkálni a Holtágban. Sportkenuink vannak, és most az új kedvencünk, a vendégeink és a saját kedvencünk is, egy elektromos motorral hajtott kis hajó.
minden igaz, épp egy nagy kócsak érkezik ott a stégre. Picit még arról beszélünk, hogy ti hogyan viszonyultok a környezethez, ez azért is fontos, mert ugye a gyümölcsös és a zöldséges is az bio, vagy nem sokára megkapja a bio minősítést, de alapvetően már bionak nevezhetjük, de ezen kívül mi van még, mert tudom, hogy van. Igen, a kép az úgy kerek, ugye beszélgettünk a minőségi pihenésről, beszélgettetek Lacival a konyhánkat ellátó gyümölcsös zöldségesről, és a tulajdonosokkal van egy harmadik terület, amire nagyon komoly hangsúlyt fektetünk, ez pedig a minél kisebb ökolábnyom. Ez nem azért visszük ezt a vonalat, mert divatos, hanem azért visszük, mert hiszünk ebben, és nekünk is az alapvető értékeinkben ez benne van. Ez úgy valósul meg nálunk, éppen egy rablást hallottunk itt a háttérben. Micsoda effekt. De nem? Ez úgy valósul meg nálunk, hogy saját napkollektorral rendelkezünk, a wellness részleget a napkollektorral látjuk el, saját fúrott kutunk van, és onnan a tisztított vizet isszák tulajdonképpen a vendégeink. Tehát nálunk a csapvízből is tisztított víz folyik, mindamellett pedig növényi alapú pellettel állítjuk el a forró vizet és a fűtést is. Azzal valósítjuk meg, úgyhogy mi a szennyvízüket tisztítjuk, van egy saját kis reaktorunk, ami a szennyvíz tisztításért felel, úgyhogy ezek nagyon sok feladattal látnak el minket, de természetesen nekünk a készkerek egészhez ez is hozzátartozik. Ha már szóba került a wellness, megyünk és gyorsan meg is nézzük. Meg is érkeztünk a wellness részlegünkbe, ahol található egy infraszauna, egy finszauna, jacuzzi és egy medence. Fontos kiemelni, hogy a 17 szobaszámunkhoz ez egy nagyobb méretekkel rendelkező wellness, és a megtervezésekkor nagyon fontos koncepció volt, hogy a természetközeliséget őrizzük meg, amit ha körbenézünk, azt gondolom, hogy elég jól sikerült. Én ki tudok nézni, ez én látom. Olyan, mintha tulajdonképpen szabadtéri lenne, de mégis ez egy fedett égjégszakossá teszi a wellness részlegünket. A napkollektorral látjuk el az energiaigényét a wellnessnek, és a víz, amivel feltöltjük a medencéket, az a saját fúrott kutunkból származik. Már csak a szobákkal vagyunk adósok, picit elidőztünk itt-kint, de azt hiszem bőven megérdemelte a birtok és a holtág. Jelenleg a főépület ad helyet a recepciónak, az Irénbisztrónak, továbbá három szuperior szoba mellett az emeleten még egy kellemes rendezvényteremnek is. És hogyha tovább haladunk, akkor jobbra, valamint balra az egykori cselédszárny épületekben kettő-kettő szuperior szoba található. Oké, akkor az összesen négy gyors fejszám. Így van, tehát a hét szuperior szobával meg is vagyunk tulajdonképpen. Igen. Ha pedig... Elnézünk a nem is annyira messzire, akkor ott található az egykori istálló épületében az a bizonyos 10 apartman szoba, amelyet most meg is tekintünk. Elsőnek a régi cselédszárny egyik szuperior szobáját nézzük meg. Ez volna tehát a hetes szoba, ami a szuperior szobáink egyik gyöngyszeme. Amit mindenképp említenék, hogy a főépülethez hasonlóan egy elegáns kivitelezést készített belső építészünk Lovas Cecília. Minden szuperior szobánkban egy egyedi úgynevezett festmény poszter is megjelenik, ami meghatározza az egyedi hangulatát ezeknek a szobáknak. Meg a hercegasszonyról mindenhol, vagy így elvétve lehet látni egy kis fényképeket, kint mindenfel, ugye a volt tulajdonos asszony Károly. Így van, ugye egészen a 30-as évekre nyúlik vissza a története a birtoknak, és különösen a szuperior szobák kialakításánál jelenik meg a víz, a természet közelsége, vagy éppen egy vadászat romantikája. Igazából a régi értékek megőrzése mellett az volt a cél, hogy egy modern, egy mai kor igényeinek megfelelő stílust kapjanak a vendégek. Ez a szoba egy két légterű szoba, egyébként legtöbb szuperior szobánk hasonlóképpen lett kialakítva, aminek óriási előnye, hogy pótágyazható, tehát igazából több személy is kényelmesen elfér az itt tartózkodása alatt. Ez a modern stílusvezetés folyamatosan elkíséri a szobák kialakítását. Érdemes a fürdőszobát is megtekinteni, akár a csempe használat szaniterek tekintetében. És most irány a régi istálló, vagyis az apartmanok.
Most pedig a törzs vendégeink által is közkedvelt 9-es apartman szobába lépünk be, ahol látható, ami a legnagyobb. Saját konyha. Külön konyhával felszerelt, szintén két légterű, maximálisan nagy adottságokkal rendelkező szoba. Nyilván ezen felül akár baba ágy, extra pótágy is. Nem véletlenül mondtam, hogy közkedvelt szobája ez a törzs vendégeinknek, hiszen már jó idő leerül-e szám szerint leszokták foglalni. Jó, akkor most ne átsingozzak arra. Ó, azért... Vessünk ki mindenképp egy pillantást a teraszra, igen, illetve az erkélyre. És ugye ott a voltág. Karnyújtásnyira. Karnyújtásnyira, szó szerint akár a pecabotot innen ki is lehet lógatni, bár nem értek hozzá. Figyelj, próbáld megérni, és akkor most érkezünk meg ugye a hálószobába. A hálószoba részre, így van. Látható az apartman szobáinknál, hogy szemben az elegánsabb kivitelezéssel, igen, itt mindenképp egy fiatalos, lendületes, modern színekben stílus is, jelenik, igen, meg. Ha így bele tekintünk a környezetbe, akkor a természet, föld és fa színei jelennek meg a textiliák által. El kell, hogy hagyjuk a hercegasszony birtokot, és a búcsú mindig nehéz, most is. Csak egyetlen egy dolog könnyíti meg, az pedig Békés Szent Andráson van a Szent András sörfőzde. Magyarország egyik legrégebbi kisüzemi sörfőzde, 1993 áprilisában főtt le itt az első sör. Az milyen lett az első? Hát, tudod, hogy ha nem lenne titok, akkor elárulnám, hogy most ugye áprilisban leszünk 25 évesek, tehát le fogjuk főzni újra, mert megvan az eredeti recept. Igazából az egy könnyű német láger, akkoriban mindenki ezeket csinálta. Most azért érdekes lesz, hogy 25 év után ilyen technológiával, ilyen alapanyag minőségben, ami azért akkoriban nem volt elérhető, hogy mi lesz a különbség. Én alapvetően szeretem a könnyű német lágereket, vagy német pilzeket, nincs vele baj, szerintem jó sör lesz, de az biztos, hogy nem egy modern, divatos sör, tehát egy 25 évvel ezelőtti történet, egy könnyű ivósör egyet. Akkor nagyapák is azt kortyolni fogják először. Ez egy ilyen generációkon átívelő sör. Hazai kisüzemi sörfőzdéknek van egy nem túl vidám sztoria, ami nagyon röviden és leegyszerűsítve annyi, hogy a rendszerváltás utáni hatalmas munkanélküliséget sokan vállalkozva próbálták túlélni. Akkor több mint 400 kiskereskedelmi sörfőzde volt, ma olyan 60-70. Radikálisan letisztult a piac. Minket Józsi bácsi ötlete alapján a Black Rose nevű sörünk húzott ki a pácból, és nagyjából a másik 400 sorsára juthattunk volna. Ez egy dupla bak sör, ami egy középkori német stílus, főzték Magyarországon is. Ha nem csal az emlékezetem, akkor Dreher Antal főzte utoljára 1913-ban. Aztán utána először Békés Szent Andráson, majdnem 100 év után. Több cikk is megjelent akkoriban, hogy az első olyan kisüzemi sör, ami nemzetközi minőség, és hogy hát Magyarországon kigondolta volna, hogy ilyen kisüzemi is van. És hát ez volt az első, a második pedig a Meggyes, hogy Magyarországon valódi gyümölcsből először gyümölcsös sört az itt készült. 2010-11 környékén, ami a 90-es évek végén a borászatban, 2000-es évek elején meg a pálinkában lezajlott, mi általunk sörforradalomnak nevezett dolog, nem mi általunk, az egész szén által sörforradalomnak nevezett dolog, az elindult, és hát ennek most így a hátán nem csak Szent András, hanem számos régi, meg új hullámos, vagy újabb sörfőzde is működik, úgyhogy ha minden igaz, akkor talán ma ilyen 60-70-en vagyunk már, akik kereskedelmi mennyiségben főzünk sört, és már vannak nemzetközi sikerek is. Hát ez nagyjából ugyanaz az út, mint a borosoknál, meg a pálinkásoknál, és először a magyar bor csak Magyarországon volt világhírű. Talán most már nemzetközi szinten is, pálinka is. Ugye már nagyszüleink is, meg 100 évekkel ezelőtt is készült pálinka, de nemzetközi siker mégiscsak valamikor a 2000-es évek közepén történnek. Haladunk szépen a világhír felé tehát, borral, pálinkával és szép lassan a sörrel is. Még akkor is, ha a hazai viszonyok, finoman fogalmazva sem kedveznek a kis sörfőzdéknek. A magyar sörpiac az elég torz, hogyha szabad így fogalmazni. Leginkább a balkáni, román-bolgár, szerb piachoz hasonlít sajnos, tehát semmiképp sem a cseh, a szlovák vagy az osztrák sörpiachoz, vagy a lengyelhez sem akár. De nálunk a három multinacionális cég uralja, szó szerint az uralja a piacnak a 95%-át.
és a maradék 5%-on oszlik meg gyakorlatilag a teljes import és az összes kisüzem, amiből az import több, mint a kisüzem. Tehát olyan óriási a különbség, hogy gyakorlatilag az a szó, hogy most mi harapunk a piacból, az nem értelmezhető. Jó, világos. Amennyiben mondjuk a bolha harap az elefántból, akkor így értelmezhető. De igazából mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy ez a sörpiac ez növekedik. Én nagy barátja vagyok a jó söröknek. Szóval urak, hajrá! Irány a világhír! Pár pohár sör után kissé szürreális itt lenni, de azért imádnivaló. tavaszán nyitott meg. Az első körben 22 magyarországi makettel nyitott a parkunk. Aha. Két makettépítő csapat dolgozott a maketteken. Igazából a 22 makett az egy évet vett igénybe, mire elkészültek. Utána minden évben fejlesztettünk valamit, és újabb részeket nyitottunk meg, újabb maketteket iktattunk be a helyszínre. Uh-huh. Kicsit bővítettük a kört, nem csak a jelenlegi Magyarország, hanem a Nagy Magyarország felé is, ugyanis ugye Szarvason van a történelmi Magyarország mérteni középpontja, és erre gondolván bővítettünk, tehát Erdéllyel, Felvidékkel, majd idén kárpátaljai részekkel és makettekkel bővült a parkunk. Jelenleg már 68 darab makettünk van. A makettek egy speciális műanyag keverékből vannak, így a nagy meleget és a hideget is bírják. Ez nem okoz gondot. Csak az UV-sugárzás, ami miatt időről időre újra kell festeni a maketteket. Itt van az esztergomi bazilika, és hogyha ezt megnyomom, akkor Mindszenti József bíboros fog hozzánk beszélni. Szólok a magyar haza. Nem mellesleg megemlítve a vonat makettjeink, illetve a kis állomás épületek, ahonnan a vonatokat a látogatók gomnyomásra tudják indítani. Tehát ezek a fő kedvencek. Hát ezt én is azonnal ki szeretném próbálni. Jó, akkor menjünk a vonatokhoz. A Mini Magyarország interaktív, mert az épületekhez illő zenéket, vagy éppen történeteket, személyeket tudunk megszólaltatni ott helyben. Vagy, ami az én személyes kedvencem, vonatokat tudunk indítani egyik megállóból a másikba, és közben sétálni mellette. De tényleg őrületes, így most gyorsan el is búcsúzom. Viszlát!